célunk az, hogy egyrészt egy kulturális szövetséget, együttműködést hozzunk létre. Azért, hogy Nagyvárosban, ahol évente 60 kötőjel 100 000 turista fordul meg a külügyi vármán, Nagyvárosban bemutassuk ennek a hét településnek a természeti, kulturális és természetesen falusi turizmus, helyi termék és egyéb értékeit, tehát minden olyan értéket ennek a hét településnek, amiért érdemes oda elmenni. Hogy azok a turisták, azok a vendégek, akik hozzánk ellátogatnak, ne csak a úgymond sztár helyekre menjenek el, Korol, Szováta, Gyilkostó, Vékász, Palotaszeg, hanem keressék meg a Szorbányban lévő délvidék, dél-erdélyi magyarokat, keressék meg Székelyföldön azokat a falvakat is, ahol kiesnek a főutaktól, és érdemes oda eljönni, már 10 éve tapasztalom azt a fantasztikus vendégszeretet, amit itt Fürdosváraendepe éllakán megtapasztal az ember. És ezek a falvak egyébként, ez a hét település, az a különleges, ami összeköt bennünket, mindegyike Kimizsi Pál, a legendás Mátyás király fekete seregének vezére, ugye Kimizsi Pál, a Kimizsi, nagyvázsonyi Kimizsi Vár ura, mindegyik település kötődik Kimizsihez. Hiszen nem tudjuk, hogy hol született, valószínűleg Erdélyben, úgyhogy mi kiválasztottuk Firtosváraját, itt is van egy vár, és Gidófalva, amelyik természetadta testvértelepüléssel a településnek 20 éve őket. Kiválasztottuk Felvidékről Egyházas Bástot, mert onnan hozta Kimizsi a feleségét, Magyar Belinát. Kiválasztottuk Délvidéken Kishegyest, mert Délvidéken voltak a legnagyobb birtokai Kimizsi Pálnak. Kiválasztottuk Cserna-keresztül Déva mellett, mert a Kenyérmezei csatában Déva mellett Cserna-keresztültől pár kilométerre verték rongyát, törökölt az egyesüket magyar székely és száz seregek 1479. októberében. Ezzel kiverne Erdélyből a törököt, és ez nagyon fontos, mert Cserna-keresztülből lesz a végállomás októberben. Ez nagyon fontos momentum Kimizsi és az egész magyarság szempontjából, hiszen ha nincsen a kenyérmezei győzelem, ha nem hagyja ott a fogát 35 ezer, jól hallják, 35 ezer török a csatamező, és egyébként 15 ezer magyar és 100, és székely. Ha nem győzünk kenyérmezőnél, akkor Dél-Erdélyből betörve a török elfoglalja egész Erdélyt. És amikor Magyarország három részre szakadt, az Oszmán Birodalom megszállta a belső Magyarországot Dunántúl, akkor az Erdélyben menekült meg a magyarság, a magyar kultúra, sőt az erdélyi fejdelemség által a magyar államiság is. Tehát az, hogy mi magyarul beszélhetünk, az köszönhető a kenyérmezei csatának, és annak, hogy Dél-Erdélyben kiverték a törököt, ennek köszönhető, hogy Dél-Erdély valamiféle függetlenséget élvezhetett akkor, hogy az oszmánok megszállták az egész, tulajdonképpen az egész magyar, szinte az egész magyar királyság területét. Tehát kenyérmező mellett Cserna keresztül a másik falu, hiszen ott aratott diadal Kimizsi a török felett, egyébként Európa legvéresebb csatája, 50 ezer halott, egyetlen egy csatára nem volt középkorban, egyedül kenyérmező, és ez egy nekünk egy nagy győzelem. És amikor mindig Muhira, Világosra, Tiranonra, meg mindenféle gyászra emlékezünk, akkor azért érdemes lenne a történelmi vastag betűvel beleírni kenyérmezőt is, meg a győzelmeinket is, hiszen nem kispályás meccseink voltak, amikor a törököt levertük. És hát ugye a Kimizsi halálának a helyszíne az pedig Szabácsvára, az Alduna, mai Szerbia területe, ott is van egy betelepített székely falu, Bukovinai székely kebe, három ilyen falu van egyébként, székely kebe, az pedig a hetedik település, aki Kimizsi életének egyik állomásának tekintjük, úgyhogy ők a hetedik település. Tehát ezt az együttműködést igyekszünk tető alá hozni, először kulturális szövetség együttműködés érdekében, a második lépcsőben pedig kormánynak köszönhető támogatással szeretném, hogyha ezből gazdasági együttműködés is lehetne. Tehát, hogyha egymás termékeit megismernék, tudnánk forgalmazni az itt, ezeken a településeken megtermelt termékeket, tudnánk a turistáknak kínálni, és egy gazdasági együttműködés is létrejönne. Úgyhogy tiszteletes ülés, kedves delegációját július utolsó hétvégéje, augusztus első hétvégéhez forduló, holnap forduló az a hétvége. Nagy szeretettel és nagy tisztelettel várjuk Nagyvázsonyba, ahogy a többi falunkból is, mindenhonnan egy 5-6 hétfőt tisztelettel és szeretettel meghívunk, egy közös hosszú hétvégére tulajdonképpen, és ennek költségeit a kormány pályázata biztosítja, és októberben pedig Cserna keresztúron, azaz Déva mellett, a kenyérmezei csata helyszínén szeretnénk majd megkoronázni ezt az együttműködést, és bízva abban, hogy ezt folytatódik. Köszönöm magam és kollégáim Szokoli Ádám, Prel Gergő és Bertala Robert nevében is a
az itteni lehetőséget, a vendéglátást, a szeretetet, és mindazt a jót, amit tapasztalunk Székelyföldön. Hatalmas erőt az embernek a munkájában, és bízom benne, hogy ez az erő, ez kisugárzott nagyvárosokban egészen biztos jön benne, és folytatjuk az együttműködést. Jó Isten áldja meg Önöket, és a kedves családjaikat, és különösen mai napon az édesanyját.